a Hári Mese Fesztivál után újabb nagyszabású gyerekprogramnak adhat otthon Szekszárd. A város közgyűlése nemrégiben 114 millió forintot osztott szét, mely jelentős forrás biztosít majd a már működő vagy a civil szféra által életre hívott új programoknak. Ilyen a Bátorság napja is. Hallgéva a polgármester azt mondta, jelentős támogatás ez, mely a lakosság magasabb szintű szórakoztatását segíti elő. A város lakossága számára is újabb lehetőségeket biztosít arra, hogy még több rendezvényen tudjon részt venni, színesebb, szabadidős programokat biztosít. És természetesen azért segítség a civil szervezeteknek, mert már korábban általuk megrendezett rendezvények finanszírozását biztosítja. Ugyanakkor új rendezvényeket is tudtunk ezáltal bevonni a rendezvénysorozatba, az éves rendezvénynaptárba. A Bátorság napjával a legfiatalabb korosztályt célozták meg a szervezők, olyan programokat, játékokat állítottak össze, melyek a gyerekek képességeinek figyelembevételével állítja őket kihívás elé. Abszolút nekünk az volt a célunk, hogy ez ne egy verseny legyen, ne a versengésről szóljon, hanem inkább saját magát próbálja a kis Lurkó legyőzni, és ezért is találtuk ki úgy, hogy nem kell az összes akadályt teljesíteni ahhoz, hogy az elismerő oklevelet és az érmet megkapják, hanem elég, ha kicsit belekóstolnak, és a saját félelmeiket vagy ügyességüket pitogtatva teljesíteni tudják a játékokat. A társszervező Babits Kulturális Központ igazgatója Zsiko Zoltán arról szólt, reményei szerint ez a rendezvény is eljut majd a Hári Mese Fesztivál ismertségének szintjére. Szépen indult az év a Hági János Mese Fesztivállal, ami az ország talán egyik legnagyobb gyermeknapi kavalkádja, és nagyon szép lezárása lesz ez a fesztivál szezonunknak, hogy a Szent Mihály napi Bátorság nappal zárjuk tulajdonképpen ezt az időszakot. Én kívánom, hogy ez a rendezvény is lépjen a Városmarketing gyémántdíjas rendezvények sorába. Az első szekszárdi Bátorság napra október 5-én kerül sor a Szekszárdi Prométeusz Parkban.